Nagy tisztelt és szeretettel köszöntöm Ugrich Tamás atyát. Fontos az a pillanat, hogy beszélgethetünk, hiszen augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön, Szent István napján Székesfehérvár megye Jogúváros önkormányzata Pro Civitate díj elismeréssel jutalmazta mindazt, amit az elmúlt negyed században Székesfehérváron tett a hívőkért, gyermekekért, felnőttekért, mindenkiért. Nagyon sokat köszönhetek a családomnak, szüleimnek és a tágabb értelmű családnak. Én Csákváron nőttem fel, akkor ez még falu volt, és édesanyám még 12-en voltak testvérek, édesanyám volt a legfiatalabb, a 12-dik. Így a családi légkör, az összetartás nem csak öcsémmel, édesapámmal, édesanyámmal való kapcsolatot jelentett, hanem unokatestvérekkel, nagybácsikkal, nagynénikkel, és egyben ez jelentett egy keresztényi kapcsolatot is. Mindenki hitben élt és gyakorolta a hitét. Ez nagyon meghatározó volt számomra emberségben is, és meghatározó volt számomra a hit tekintetében is. Nagyon jó tanáraim voltak a csákvári iskolában, olyan emberek, akiktől tisztességet tanultam, tudást kaptam életembe, egy olyan alapot, ami tényleg hálával tölt el Isten iránt is, és hálával azok emberi iránt is, akitől ezeket kaptam. Ki volt az, aki megerősítette a családján túl, és nyilván a csákvári iskola pedagógusain túl, aki mentorálta, aki segítette abban, hogy elérje a célját? Sokat köszönhetek az akkori plébános atyának, Keszi Józsefnek hívták, esperes volt, egy nagy tudású ember volt, Innsbruckba végzett annak idején, és mindig csodáltam az ő bölcsességét, okosságát, ugyanakkor nagy-nagy szeretetét, amivel viseltetett irántunk, gyerekek iránt, sokan minisztráltunk akkor körülötte. Később meghatározó volt gimnazista koromban egy káplán atyának, Molnár Alajosnak a tevékenységeit Székesfehérvárott. Ő 6 évig volt itt, és nem csak engem, hanem több más paptestvéremet is elindított ezen az úton, mint egy Isten meghívását közvetítette, és több pap példaképen volt, akinek életébe beleláthattam, ami ezen az úton tovább segített és megerősített. Milyen voltak a szemináriumi évei? Szépek, és nagyon sokat kellett tanulni. A sok tanulást azt nagyon meghálálom professzoraimnak. Ott egy dolog volt, amit szívünkbe véstek, hogy használjuk ki az időt, mert tanulni most van időnk, és a régi mondás, hogy a jó pap holtig tanul, azt gondolom, hogy addig marad jó pap, ameddig tanul. Ez úgy bennem van igényként most is, és olvasásban, teológia és egyéb műveltség tekintetében ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát, ha játékosan fogalmazzuk meg, akkor mindennapi tanulásomat ad meg nekem ma. Igen, igen. Azt gondolom, hogy tudás nélkül nem tudja a pap úgy teljesíteni a hivatását. Az emberek tőle várják a szeretetet, de tőle várják az igazságot is. Ezért azért el kell igazodni a mindennapi életben, és természetesen Isten dolgaiban is. Kérem, emlékezzék vissza 1991. június 24-ére. A szentelésem napja. Számomra ez olyan öröm, ami egy pap életében meghatározza az egész hivatását. Azt gondolom, hogy sokak imádsága, sokak szeretete megmutatkozott nem csak ebben a napban, hanem a 25 évben is, hiszen egy pap nem csak magának köszönheti a hivatását, elsősorban az Istennek, de aztán az embereknek, akik gondolnak rá, imádkoznak érte, akik segítik őt a hivatásában. Szép volt ez az ünnep, és hát meghatározott döntéssel döntött az ember Isten és az egyház mellett. Köszönöm Istennek, hogy ehhez hűséges maradhattam most 25 éven keresztül. Említette, hogy folyamatos tanulással telik az élete, a mindennapjai. Ugye a nap 24 órájában kell, hogy dolgozzék. A teljesség igénye nélkül, hiszen püspöki tanácsosként, Pápai Klápán, Szent Imre Általános Iskola, iskolabiztosaként, irodaigazgatóként, szentszéki bíróként egyaránt, és mint nem is mondtam el mindent. Tehát ehhez valóban egy teljes ember kell 24 órán keresztül. Hogy lehet ezt megvalósítani? Én azt tapasztalom, hogy sok imádsággal, bármilyen furcsa. Akinek sok tennivalója van, így egyházi körökben, Isten ügyében, aznak sokat kell imádkozni. Iparkodom ezt következetesen megtenni, erre időt hagyni. Aztán Isten segít kegyelmével, hogy ami feladat van, azt nyugodtan, becsülettel, szeretetteljessel, kellő hittel és tudással tudja végezni az ember. Lényeges, hogy ott legyen az ember, ahol van. Figyelmével, meghallgatásával, szeretetével,
és lényeges, hogy ne kapkodjon, ne... Rohanó világban élünk, ezt nagyon jól tudom, és mindenkinek megvan a maga tennivalója, de akkor is a Jóisten nem vezet bennünket zsákutcába, annyi feladatot ad, amennyi elvégzéséhez időt is, meg erőt is ad. Lelkivezetőm azt mondta, a káplán atya, hogy nem az imádságot kell a munka közé szorítani, hanem a munkát az imádság közé. Legyenek biztos pontjai az imádkozásnak, és akkor a munka is menni fog kellő erővel. Melyek a legfontosabb szavak az életében? A hűség, talán ezzel kezdeném. Ha az ember döntött, akkor legyen a döntéséhez hűséges. Szép gondolat egyik film, egy ember az örökké valóságnak, Mórus Szent Tamásról szólt, aki elmondja, hogy amikor esküdtesz az ember, akkor az életét úgy tartja a tenyerébe, mint a vizet. Ha egyszer szétnyitja az ujjait, akkor soha nem fogja megtalálni magát. Azt gondolom, hogy hűségesnek kell lenni ahhoz, amiben az ember döntött. Számomra fontos az alázat, ami talán egy modern kor emberének nem nagyon szimpatikus szó. Ez nem megalázkodást jelent, nem az ember leértékelését, hanem egy helyes önértékelést. Mindenek előtt, Istenek előtt, Isten előtt, emberek előtt, de azt is, hogy tud az ember jó szívvel másokért tenni, másokat szolgálni. Ennélkül nem hiszem, hogy valaki hiteles tudna lenni. És fontosnak tartom azt a kiegyensúlyozottságot, ami hát nem adottság az ember életébe, de amire azért törekednie kell, azt hiszem mindenkinek, vagyis a szélsőségeket lefaragni az életéből. Nem szabad mindenre azonnal reagálni, és nem is szabad mindenre reagálni, meg kell imádkozni a dolgokat, tudni kell eltávolodni egy picit helyzetektől, hogy ne bántsunk meg, ne rontsunk le emberi kapcsolatokat, okosan, higgadtan kell a legtöbbször dönteni, és ebben biztos, hogy kiegyensúlyozottság egy meghatározó alap. Számomra a tanító a legszebb szavak egyike. Ön tanító. Mit gondol a lélek és a kegyelem teremtette egységről a tanító? Amit én a gyerekek szívében látok, hogy nagyon nyitottak Isten kegyelmére. És egy gyermeki lélek az azért formálható, mert eredetében Istennel van kapcsolata. Nagyon szép dolog tanítani, és nagyon fontos dolog tanítani. Nehéz pedagógusi feladat, de sok-sok kegyelem, sok-sok szeretet, sok-sok jóság megnyilvánul ebben a hivatásban. Nagyon nagy örömmel vagyok a gyerekek között, nagyon nagy örömmel tanítom őket, és nagyon sok mindent felfedezek abból, ami a gyermekek világa, amiről Krisztus azt mondta, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Őszintesség, a szeretet utáni vágy, a biztonság utáni vágy, tetrekészség, a nagyot akarás, ezek mindig olyan értékek, olyan maradandó értékek, amit talán tőlük lehet leginkább hitelesen megtanulni. A visszajelzés megerősítés az ön számára? Igen, bár sohasem figyeltem, hogy az emberek hogyan reagálnak rám. Jól akarom megfogalmazni, tehát nem a taps és a fütty irányítja a szavaimat és a cselekedeteimet. Sokszor úgy közömbös, hogy most mit is gondolnak erről az emberek. Én szeretném az igazságot elmondani a gyerekeknek is, jóra tanítani őket, akkor is, ha per pillanat azt mondja, hogy hát ez engem most nem annyira érdekel, vagy nem annyira kellemes, később meg fogja köszönni, hogy az igazságot hallotta, szeretettel hallott valamit. Én ezt tartom fontosnak, hogy azt az értéket, ami bennünk van, amiről meggyőződésünk, hogy igaz, azt adjuk tovább hitelesen, akkor is, ha megértik az emberek hirtelen, akkor is azt mondják, hogy ez kemény beszéd. Nem mondják azt egy papról, hogy találkoztam egy pappal, és nem beszélt az igazságról. Nem mondta el, hogy ebben hogyan döntsek. Lehet, hogy nem úgy dönt. De soha ne kelljen azt mondania, hogy hát én, nekem ezt nem mondták, én ervel nem találkoztam. Én a tanításban ezt tartom fontosnak, hogy az igazságot, természetesen a forma is lényeges, hogy milyen módon, mennyire érthető módon, ebből a szempontból a visszajelzés megkerülhetetlen. De sokszor voltam olyan helyzetben, inkább gimnáziumban Budakeszin, amikor nagyobbakat tanítottam, hogy akkor nevettek a gyerekek, amikor én erkölcsiségről beszéltem. Évek múlva visszajöttek nem egyen-ketten, és megköszönték, hogy akkor milyen jó, hogy mondtam, mert volt egy pillanat az életében, amikor eszébe jutott, és ez meghatározta az egész jövőjét. Ebből gondolom, hogy tanítás az azt jelenti, hogy én hitelesen próbálom átadni azt az igazságot, amit magam is próbálok megélni. Ennek tükrében, mint
a párbeszéd, mint az együttélés legfontosabb eszköze fontos az ön számára? Igen, a meghallgatása a másik embernek. Talán ez a legfontosabb, ami egy pap életében, vagy pedagógus életében fontos, meghallgatni a másik embert. Nem is kell okosakat mindig mondani. Sokszor járok úgy felnőttek esetében inkább, hogy leülnek, elmondják a gondjukat fél órában, negyed órában, egy órában, utána fölkelnek, és megköszönik, hogy milyen jó tanácsot adtam, egy szót se szóltam. A lényeg, hogy az ember ott álljon, és nyitott szívvel meghallgassa az embereket. Természetesen van, amikor mondani kell, és van, amikor irányítani kell, de a meghallgatás az mindenképpen elsődleges dolog. Ez egyfajta üzenet azoknak, akik zárva tartják a szívük felé vezető ajtót? Ugye sok sebzettsége van a mai embernek. A fiatalok is bíznak, megnyílnak, de mivel rossz helyen nyílnak meg, talán nem akkor kellett volna elmondani dolgokat, megnyitni az életüket, ezért a sok sebzettség miatt könnyen bezárkózik az ember. Nem mindegy, hogy kivel találkozik az ember fiatal korában, mennyi bizalmat, szeretetet, jóságot tapasztal, vagy éppen ennek ellenkezőjét. Azt gondolom, hogy egy felnőtt ezzel megküszködik, hogy szívesen lennék én őszinte, beszélnék én magamról, csak hogyan fognak visszaélni vele, mi lesz arra a reakció. Ez nehéz egy párbeszédben, hogy mennyire felszínes az ember, hogy mennyire tud őszintén mélyen beszélni, mekkora sebeket kell gyógyítani, vagy mekkora pozitív tapasztalatokkal számára ez könnyű, mert úgy érzi, hogy bízhat az emberekben. A Szentlélek egyik megnyilvánulása és gyümölcse a hagyományok tisztelete, a hagyományok megélése, hiszen ne őrzésről és ápolásról beszéljünk. Mostanság viszont azt mondják, hogy ez nem más, mint a múltban révededés. Ez elég furcsa megnyilvánulás, nyilvánvaló. Ön hogy birkózik meg ezzel? A nagy talán erőnk, egy egyházról beszélek most, az éppen a stabilitás, éppen a történelmünk. Hogy az egyház ugyanazt tanítja és ugyanazt az igazságot hirdeti 2000 év óta. És nem mondjuk egyik évben, hogy ja, bocsánat, most akkor mégse ezt, másik évben meg az ellenkezőjét, hanem bármit is gondol rólunk az ember, hogy igazunk van vagy nincs. Azt azért érzi, hogy egy 2000 éves történelem akkora súly, akkora erő, vagy akkora hitelesség, amit hát nehéz megkerülni, vagy nehéz csak egyszerűen legyinteni rá. Tehát azt gondolom, a értékek őrzése, a hagyományok megtartása és továbbadása, az biztonságot adhat az embernek. És egy mai bizonytalan világban vágyik az ember a biztonság után. Nem csak anyagilag, hogy most mi lesz a pénzemmel, kocsimmal, házammal, hanem lelki értékek tekintetében is. Hogy valaki már mondjon ugyanazt egy héten keresztül, vagy egy éven keresztül. Sok ilyen emberrel találkoztam, aki szívében ott volt ez a vágy, hogy valamihez kötni az életem, ami stabil. És azt gondolom, hogy ez a hagyományunk, az egyház élete tanítása egy olyan történelmi erő, olyan hitelességet közvetítő igazság, amit meg lehet hallgatni, természetesen lehet mondani, hogy engem ez nem érint, de azt nem lehet mondani, hogy ezt most találtátok ki, ez a ti érdeketek, hogy ezt mondjátok, mert 10 éve nem ezt mondtátok, hanem mindig azt mondom, hogy mi mindig ünnepeltük Szent István királyt. Akkor is, amikor kenyér ünnepe volt, meg alkotmány ünnepe, meg most is, amikor középpontba. Az egyház tanításában, ünnepében azt gondolom, hogy amit lehetett, azt az irányt, és úgy, ahogyan megengedték neki, mindig minden körülmények között képviseli. Milyen helyzetben van a katolikus egyház most hazánkban? Nehéz helyzetben. Ahogy nehéz helyzetben van a mai ember, ezt mi is hordozzuk. Ha aktuális kérdést feszegetünk, akkor azt kell mondanom, hogy valóban a kereszténység sorsáról van szó, hogy mi lesz velünk 1 év múlva, mi lesz velünk 5 év múlva. A migrációra gondolok, ami megkerülhetetlen kérdés, és amiben hát ki kell állnunk, mint kereszténynek, aki védi a keresztény hitét, és egy magyar embernek, aki védi magyar hazáját. Ez nem olyan probléma, amit bárki is megkerülhetne, és mindnyájunk életét érinti. Nehéz abból a szempontból is, hogy rengeteg értéket kínálnak az emberek számára, vagy inkább rosszabb formában, hogy azt mondják, tök mindegy, minden egyforma. Nincsen érték és nincsen értéktelen. Hogy ebből kiválasztani, amire építhetem az életemet, a családom életét, amiben nem kell csalódnom és nem mondom azt, hogy becsaptatok. Nehéz ebben kiválasztani egy mai embernek a értékét meghatározó emberi alapját.
És hát nehéz azért is, mert egy papsághoz, meg a családhoz egy életre szóló döntés kell. És ezt egy modern embernek nagyon-nagyon nehéz megtenni. Hogy én odaadjam az életemet egy életen keresztül valakinek, ez most a legnehezebb. A reklámokban azt halljuk, hogy nem vagy elég boldog, mert nem jó a samponod. Majd ha kicseréled a samponodat, akkor boldog leszel, és ez vonatkozik személyekre is. És akkor, amikor eltelik az ember élete, rájön arra, hogy hát nem ez az igazság. Boldog vagy akkora, odaadod az életedet szeretetben, ha értéket tudsz létrehozni, maradandót, és azt gondolom, hogy ezt nehéz egy mai modern világban felmutatni, vagy megtalálni valaki. Miként lehet elutasítani a talmit, az álságost? Van-e hozzá a köznapi embernek bátorsága, ereje? Van-e hozzá elég értelme és gondolata? Én ebben látom a legnagyobb kérdést. Hagyjuk-e az embereket gondolkodni? Mert úgy gondolom, hogy ha hagyjuk, ha teret engedünk annak, hogy felnőtt vagy gondold át az életedet, akkor ezek úgy megtalálhatók, hiszen őseink sem voltak nálunknál műveltebbek, csak talán többet tudtak gondolkodni az életükről, és jobb döntéseket tudtak meghozni. Ha nem hagyjuk az embereket gondolkodni, mert reklámokon keresztül, vagy sorozatokon keresztül megadjuk azt az irányt, hogy merre menjél, akkor ezt én nagyon nehéznek tartom. Tehát... Atyám, azt hiszem, hogy ez egy rangos elismerés, amit megérdemelten átvehetett. Milyen gondolatokkal fogadta? Nagyon nagy örömmel. Tehát őszintén mondom, hogy nagy megtiszteltetés számomra, nem úgy számomra. Én ebben azt látom, hogy az egyházamat is értékelték. Számunkra nagyon fontos az együttműködés a város intézményeivel, vezetésével és az egyház szolgálatával. Azt gondolom, hogy a személyemben vagy a munkámban is látszódik, hogy ami érték egy város életében, egy polgár életében, abban nagyon szépen össze tudunk dolgozni. Hiszen egyházmegyénk élete nagyon-nagyon tágterű. Ha gondol a művelődési házunkra, a kiállításainkra, a koncertjeinkre, karitász munkánkra, de akár püspök, hogyha sörére is, mindegy. Tehát egy tág tér, ami ott van az emberek életében, ami nem egy elefántcsont ház, amiben nem lehet bejutni is, hanem látjuk az emberek problémáit, próbáljuk a magunk értékeivel, eszközeivel ezt szolgálni. Tehát ez az együttműködés, ami azt gondolom, hogy ki is volt emelve a érdemeim elismeréseképpen, amit egy nagyon fontos értéknek tartok, és azt is fontos értéknek tartom, hogy látják az emberek, hogy azok az értékek, amiket bemutatunk, azok megérinthetik az ő szívét, és értéket jelenthetnek számára is. Ezt együtt a várossal tudjuk megtenni, és ez nagyon nagy öröm és nagyon nagy elismerés. Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy egy Dzsida Jenő verssel búcsúzzam öntől, a templomablakot idézném. Ó, titkok titka a földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét, áldja meg az Úr, a belülről látok fényességét. Azt hiszem, hogy ön is a belülről látok fényességét adja nekünk, köznapi embereknek. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.